Most pedig ugyanígy a víz világnapja kapcsán folytassuk beszélgetéseinket, még az Czanik Balázs személyedző következő vendégem. Szervusz, Isten hozott! Jó éjjel. És ugye hát itt, ha már a Szent Lukács gyógyfürdőnél tartunk, meg a különböző gyógyfürdőknél, úszodáknál, hát a vízitorna, az egy, azt gondolom, hogy egyre gyakrabban, vagy egyre sűrűbben alkalmazzák? Igen, és ami nagyon fontos, hogy most rengetegen készülnek ugye nyári szezonra, és nyáron rengeteg vízitorna szokott lenni, de viszont most már eléggé elterjedtek lettek a különféle vízi aerobikos tornák, gondolok itt akár a vízi spinningre, vagy bármilyen más mozgásformára, de ezen kívül a vízi aerobikon belül egyébként megkülönböztettünk alacsony, közepes és mély vízit, tehát gyakorlatilag bárki kipróbálhatja ezeket a vízi aerobikos mozgásformákat, és egyébként nem utolsó sorban nagyon hatékonyak, főleg azoknak, akik szeretnék kicsit az üzleteiket kímélni. Mi miért rátérünk itt a vízitornával? Kicsit beszéljünk talán rólad, ugye te személyedző, fitness edző vagy. Ez itt a vízitorna, ez egyfajta ilyen specializáció volt még számodra a tanulmányaid során? Én nagyon korán kezdtem, ugye már 2000-es években elkezdtem ezt az egész mozgás dolgot, tehát 2000 óta tartok ugye folyamatosan edzéseket, és nekem azóta részét képezi a úgymond a repertoáromnak a vízi aerobik, és rengeteg ilyen mozgásformát tartok egyébként. Minden nyáron tartok például egy 20 állomásos tandrócsot, ahol kimondottan ezeket a vízi aerobikokat szoktuk tartani, akár medencében, akár lehet természetes vizekben is tartani ezeket a mozgásformákat, de nagyon sokan elkezdték követni. Eleinte egy picit lassan indult be ez a vízi aerobikos történet, mert egy kicsit úgy óckodtak tőle az emberek, aztán rájöttek, hogy mennyi jótékony hatása van, és milyen jó lehet a szervezet számára. És azért nem utolsó sorban azért a víznek is van egy nagyon szuper szerepe ebben a dologban. Úgyhogy én mindenkinek azt javasolnám, hogy aki még nem próbálta esetleg ki a különféle vízitornákat, az most mindenféleképpen lehetőség szerint minél hamarabb tegye meg. Mi lehetett annak az oka, hogy az emberek óckodtak tőle? Mert azért azt gondolom, hogy a magyarok, a magyar társadalom az egy víz szerető társadalom, vagy különösen akár Balaton különböző uszodák. Természetesen igen, csak nagyon sokan úgy voltak vele, hogy amikor elmentek egy termálfürdőbe vagy bármi, akkor inkább a pihenésre gondoltak elsősorban, viszont rájöttek arra, hogy a pihenés mellett nagyon jó átmozgatni az izmainkat, nagyon jól fel tudjuk frissíteni a szervezetünket, és nem utolsó sorban nagyon hatékony a szervezet működésére is. Ugyanakkor nagyon szuper, úgymond kedélyfokozó is lehet akár egy jó hangulatban telt vízi aerobik, úgyhogy én abszolút ezt javasolnám, és akár korra is nem erről tekintet nélkül mindenki. Tehát lehet ugye a fiatalabbnak, az idősebb korosztálynak, férfiatak, nőknek is végezni ezeket a gyakorlatokat, és egyébként lehet olyan gyakorlatokat is végezni, amik viszonylag könnyen elvégezhetőek, tehát nem igényelnek nagy fizikai ráforítás, viszont vannak olyan gyakorlatok is, amik tényleg alaposan átdolgozgatják az izmainkat. Sosem fogom elfejteni a kedvenc futballistának azt a nevét, és sok nézőnek nem fog tetszeni, akkor Cristiano Ronaldo még, amikor hát nyilvánvalóan is az ő nyomdokaival akartam jutni, nagyon meglepett, hogy az ő saját medencébe benne volt egy bicikli, konkrétan egy szobabicikli benne a vízben, mert hogy a különböző gyakorlatokat igazából nehezebb sokszor víz alatt, tehát akár egy szobabiciklit víz alatt használni, azért ez egy nehezebb gyakorlat is tud lenni. Egyébként érdekes mondom, rengeteg eszköz van, amit már a vízi aerobiknál is lehet alkalmazni. Itt az egyik például a bicikli, ami egy nagyon jó dolog, és ugye ott magának a víznek a visszatartó erejét tudod felhasználni arra, hogy még hatékonyabban tudjál dolgozni, de már vannak vízi súlyzók is, vannak különféle ilyen szivacsból készített kukac jellegű dolgok, amikkel nagyon jól lehet az edzéseket végezni, és az ellenállást nagyon szuperul lehet használni. Illetve most már van vízi step is, tehát amit le tudsz tenni alulra, ugyanúgy, mint egy aerobikhoz táplépcsőt, azon is tudsz végezni gyakorlatokat. Tehát ha valaki szeretné a repertoárt egy kicsit színesíteni a vízben, akkor ez a mai lehetőség szerint már abszolút kivitelezhető. Mi az, ami miatt mondjuk valaki a vízitornát választja? Tegyük fel, hogy nincsenek mondjuk egészségügyi problémái, de mondjuk a hagyományos, akár belső tornatermi gyakorlatok helyett. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy szeretik az ilyen vízben történt mozgásformákat, gondolok itt az úszásra, vagy bármi egyébre, és ők nagyon szívesen csatlakoznak be ezekre a vízi programokra, és ami még érdekes, hogy mostanában például egy strandon sokkal könnyebb rávenni az embereket, főleg, hogyha nagyon meleg van, hogy a vízben tornázzanak, ne pedig ugye kint a 40 fokban, tehát sokkal könnyebben rá lehet őket venni arra, hogy a vízben közösen együtt mozogjunk. Egyébként nagyon hangulatos programokat lehet kialakítani a vízben, és azt látom, hogy most már annyira intott rá így a társadalom, hogy tényleg mindenkit úgy mozgásra lehet bíztatni. Ugye nekem pedig a fő küldetésem az, hogy gyakorlatilag mindenkit megmozgassunk, és mindenkit egészségesebbé tegyünk, és hogyha ennek az a módja, hogy ezt a vízben is tudjuk folytatni, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó opció lehet.
Akkor ezeknek a vízi tornának tulajdonképpen az úszás is elképzelhető, hogy eleme? Tehát, hogyha esetleg rendelkezésre állt egy nagyobb úszoda, vagy egy nagyobb medence, akkor akár a vízi tornának lehet, hogy lesz hátúszás, gyorsúszás, akár bemelegítésképpen. Igazán kiegészítésként szoktam javasolni, és mindenféleképpen ugye magának a tornának van egy alap kivétel, ugye bemelegítés, ugye a nyújtás, lazítás, de gyakorlatilag föl kell építeni ezt a rendszert. Ez előtt vagy ezután abszolút javasolt az, hogy akár úszással is össze tudjuk ezt az egészet kombinálni, de azt gondolom, hogy bárki elmegy egy strandra vagy bárhova, akkor egy 20-30 perc mozgás mindenkinek belefér, sőt mindenkinek az egészsége érdekében javasolt is az, hogy valamilyen szinten kezdjenek el mozogni, akár a vízben, akár pedig a szárazföldön. Beszéltünk a mai nap a vendégeinkkel, pont éppen a dr. Halmi Eszter volt itt, a Nagy Dániel a vendégem, és akkor a víznek a jótékony hatásáról beszéltünk az emberi szervezetre. Itt most különösen, amikor a folyadékbevitelre gondoltunk, de akár a vízben való mozgásnak is, hát ahogyan olvastam tegnap, akkor ízületeket kevesebb terhelés éri, javulhat a végtagoknak a vénás keringése, vagy a mozgás koordinációt fejlesztheti. Mi egyéb jótékony hatása lehet így különösen az emberi, az izommozatra például? Igazán én két alappillérre bontanám ezt az egészet, ahol te is mondanád. Az egyik az, hogy a folyadékfogyasztás. Ugye nagyon fontos az, hogy nagyon sokat hangsúlyozunk edzők, hogy bármilyen mozgásba kezdünk, vagy csak a hétköznapi életünk során is, ha mondjuk nagyon fejfájósak vagyunk, igen, próbáljuk ki, ha iszunk 2-3 deci vizet, akkor lehet, hogy a fejfájásunk el is múlhat. De nagyon sok esetben vagyunk olyan állapotban, hogy nem fogyasztunk elég folyadékot, és én mindig a folyadékfogyasztásra azt szoktam javasolni, hogy a folyadékfogyasztás, akkor az legyen víz. Tehát mindenféleképpen abból kell sokat bevinni a szervezetbe, tehát ez az egyik alappillér. A másik pedig az, hogy a mozgásoknál, hogyha tudunk olyan közeget kialakítani, ami vízben végezhető gyakorlat, gondolok itt akár a különféle vízi sportokra, a vízi aerobikra, az úszásra, amik nagyon jók lehetnek, például nagyon jó ízületkímélők lehetnek, főleg azoknak szoktuk javasolni, akinek valami ízületi problémája van, és nem tudja úgy terhelni a szervezetét, vagy esetleg a lába, vagy bármi egyéb, nekik nagyon jó lehet, nagyon jól tudja fejleszteni a tüdőkapacitást, hogyha valaki mondjuk az állóképességet szeretné fejleszteni, akkor nem csak a futás, vagy ezek az opciók maradnak, hanem mondjuk akár egy mellúszásra is nagyon jól föl lehet fejleszteni a kapacitásunkat, a tüdőkapacitásunkat. Ugye nagyon szuperul javulhat a keringés, az egész szervezetünket tényleg úgymond nem csak a víz, hanem átjárja ugye maga a mozgás, és én azt gondolom, hogyha valaki tényleg szeretne egészségesen élni, akkor mindenféleképpen ezeket a vízisportokat bele kell iktatni a programunkba. És nem utolsó sorban a vízben rengeteg olyan gyakorlat végezhető, ami különféle rehabilitációs, gyógytorna jellegű, tehát nagyon sok mindent lehet a vízben végezni, és rengeteg féle opció létezik már, hogyha valaki szeretné ezt a vízitornát egy kicsit így kibővíteni. Mekkora mondjuk a sérülés veszély a vízben? Valahogy azt képzelem, hogy pont ezek a gyakorlatok, amik lassabban történnek, nyilván hát lehet, hogy megerőltetőbbek az ellenállás, a víz ellenállás miatt, de valahogy azt képzelem el, hogy talán kisebb az esélye mondjuk egy sérülésnek, vagy egy meghúzódásnak. A ízületek szempontjából mindenféleképpen nagyon kevés a sérülés veszélye. Természetesen mindig azért arra szoktam óvainteni az embereket, hogy bármilyen mozgásba kezdünk, legyen egy szárazföldön, vagy vízen, legyen egy alapos bemelegítésünk, egy általános bemelegítése magának a szervezetnek, hogy készítsük fel a mozgásra. Hogyha esetleg a vízre megyünk, akkor mindenféleképpen figyeljünk oda, hogy ne egyből egy fejesen nyissunk a jéghideg vízbe, hanem próbáljuk meg ezt az egészet fokozatosan. Hogy mi átjárja a testünket, ugye a víznek a hőmérsékletet, de próbáljuk meg kellőképpen odafigyelni erre, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor abszolút azt gondolom, hogy erre oda lehet figyelni. Hogyha bármilyen mozgásba kezdünk, akkor még én szoktam javasolni egy anamnézist, egy általános állapotfelmérés, hogy négy esetleg bármi történjen velünk a vízben, de azt gondolom, hogyha valaki kellő odafigyeléssel kezdje el akár a vízben, vagy a szabadtéren való mozgást, akkor igazán nagy probléma ebből nem lehet. Milyen gyakorlatokat kell elkezdeni? Mert megemlítetted azt, hogy súlyzó előkerülhet. Igen. Én behoztam ugye itt a szobabiciklinek a szerepét. Én nagyon kedvelt. Most nálunk is a újpesti fitnessteremben nagyon divat lett most ez a vízikerékpár. Hogy bekerül a vízikerékpár. Igen, bekerülnek a kerékpárok, és folyamatosan nyomják ugye a vizet, és nagyon jó zene alatt, nagyon jó hangulatban történhetnek ezek a különféle mozgások, és nem utolsó sorban tényleg azoknak nagyon javasolt, akiknek a ízületi problémáik vannak, és szeretnék ezt úgymond egy kicsit ilyen nem annyira terhelni, mint mondjuk egy hétköznapi biciklin vagy egy futópadon. Tehát akkor itt igazából leginkább súlyzókkal, tehát valamilyen súlykerülő, súlyzós gyakorlatok? Egyébként olyan súlyzók vannak, amiken különféle ilyen ellenállások vannak, amikkel ugye ugyanúgy akár mint egy kézi súlyzónál, ugye a súly nagysága növeli ugye az ellenállás, itt pedig az ellenállás
a víznek az ellenállása adja úgymond a terhelés nagyságát. Innentől kezdve valaki avval tud csinálni különféle biceps gyakorlatokat, oldalemeléseket, különféle tolómozdulatokat, de egyébként mindenféle eszköz nélkül is nagyon hatékony mozgásokat lehet végezni a vízben. De tényleg mindenkit arra bíztatnék, hogy aki még nem próbált, az mindenféleképpen látogasson el egy úszodába, és próbálja ki ezeket a különféle vízi mozgásokat, mert mindenkinek tetszeni fog. Van, aki akár egyénileg, csoportosan, melyik a legjobb módja ennek, hogy... Azt gondolom, a vízi mozgásnak, hogyha valaki nem rehabilitációra vagy ilyesmire használja, ott inkább a csoportos edzéseket javasolnám, mert egyébként a csoportnak nagyon jó húzó ereje is lehet, és tényleg nagyon jó a közös mozgás, és nagyon jó együtt végezni a gyakorlatokat. Ugyanakkor ott nem utolsó sorban ugye nagyon hatékonyan lehet dolgozni, és motiváló is tud lenni a melletted lévő partner, aki szintén csinálja a gyakorlatokat, hogy nehogy már jobban bírja, mint én, és akkor végig tud csinálni ezeket a gyakorlatokat, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy a vízi aerobiknak inkább a csoportos mi voltja az, ami kedveltebb, viszont nagyon sokan mennek le különféle vízisportokat űzni, akár egyedül is, tehát senkit ne tartson vissza, hogyha nincsen mozgáshoz partnere, akkor is látogasson el és kezdje el a vízisportokat, ha még eddig nem tette. És akkor ez tulajdonképpen bármilyen úszodába, akár gyógyfürdőkben is, akár mondjuk a Szent Lukács gyógyfürdő, nem tudom, hogy neki például van a vízitorna órája, feltételezem, hogy igen, de akkor leginkább itt úszodák. Specifikusan úszodákra érdemes keresni. Persze, viszont rengeteg szabadtéri helyen is megtartottak ezek az edzések. Ott figyelni kell arra, hogy mennyire mélyül a természetes víz. Lehetőség szerint próbáljuk meg stabil talajon tornázni, mert ott végül is, hogyha mondjuk egy természetes vízbe vagyunk, és esetleg lyukok vannak a talajban, akkor ugyan sokszor sérülésveszélyt okozhat. Tehát akkor próbáljuk meg lehetőség szerint választani egy olyan területet a vízen belül, ahol viszonylag sík terület van, és tudjuk végezni ezeket a gyakorlatokat. Mik lehetnek azok az ilyen alapvető kellékek akár, amikor valaki elmegy egy ilyen edzésre? Nyilvánvalóan feltételezem, hogy fürdőruha, stb. Azért ezek olyan dolgok, amik van bármilyen más kellék, akár füldugó, csipesz, bármilyen? Igazán nyilvánvalóan lányoknak, hogyha kell, akkor egy hajgumi, ez nem árt, de én azt gondolom, hogy igazán nem kell hozzá semmi. Hogyha valaki szeretné egy kicsit speciálisabbá tenni, amiket az előbb is beszéltünk, eszközöket, akkor ezeket tudja alkalmazni, de azt gondolom az, hogy valaki mondjuk egy vízi aerobik órán részt vegyen, az igazán nem kell semmi, csak az, hogy ott legyünk és tényleg alaposan melegítsünk be előtte. Említetted, hogy ez tulajdonképpen egyfajta kiegészítő gyakorlat, egy kiegészítő edzés is? Vannak olyan edzésprogramok, amik teljesen felérnek egy teljes edzésprogrammal. Hogyha valaki mondjuk szeretné teljes edzésként alkalmazni, akkor természetesen ez működhet. Viszont én nagyon sok esetben szoktam javasolni különféle mozgások mellé, például akár karatésok, küzdősportosok nagyon sokszor alapozásként ugye a tüdőkapacitás növelése miatt beiktatnak különféle úszóedzéseket, vagy hogyha valaki mondjuk akár egy bicikli versenyre vagy biciklitúrára készül, akkor abszolút be lehet csatlakoztatni hozzá ezt is. Hogyha viszont valaki szeretné ugye karbantartani magát, viszont az üzületei egy kicsit rosszabb állapotban vannak, akkor ott is abszolút tudja kivitelezni a gyakorlatokat, tehát teljes mértékű edzés abszolút végezhető a vízben is. Úgyhogy akinek ez szimpatikusabb, vagy még esetleg nem próbálta, akkor mindenféleképpen célszerű. Azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor belekezdünk egy ilyen újfajta sportba, akkor mindig a legnagyobb kérdés az, hogy na jó, de akkor mi lesz az eredmény, vagy akkor mi is akkor tulajdonképpen a célom. Mert az egy dolog, hogy akkor jó idő, vagy jó a vízben lenni, nyilvánvalóan azért ez egy kényelmes, talán nem is izzadunk annyira sokszor. Vagy nem veszük észre, igen. Illetve hát nyilván jó hangulatúak is ezek az edzések. De mi lehet például egy kitűzött cél, mondjuk, aki belekezd egy ilyen vízitornába? Itt is nagyon hatékonyan lehet edzeni, sőt, vannak olyan programok, amiket kimondottan például az úszók is rengeteg olyan gyakorlatot végeznek, ami fizikálisan megterhelő, mégis ugye a vízben végzik ezeket a gyakorlatokat, de ugye maga a vízi aerobiknak inkább a jó közérzet, illetve az egészséges életmód kialakítása a fő cél. Természetesen vannak olyan gyakorlatok, amik kimondottan erősítés céljára vannak, ezeket lehet bárhogy végezni, aki már esetleg részt vett ilyen, az pontosan tudja, hogy rengeteg olyan gyakorlat van, amivel nagyon komoly izmokat is lehet fejleszteni. Természetesen, hogyha valaki mondjuk egy testépítő versenyre készül, hogy nyilvánvalóan elengedhetetlen lesz az, hogy ellátogasson az edzőterembe és súlyokat alkalmazzon. És akkor miért ne tegye ezt meg éppen? Igen. Hát Czani Béla, nagyon szépen köszönjük ezt az izgalmas tippeket, tanácsokat itt a vízitorna kapcsán. Reméljük, hogy minél több nézünk akár a napokban, hetekben ellátogat különböző úszodákba, a gyógyfürdőkbe, és akkor ugyanígy végzik. Várjuk őket sok szeretettel. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm.